Baja, az Alföld és a Dunántúl találkozásánál fekszik, Bács-Kiskun megye délnyugati határán, a Duna szakaszának bal partján. A városnak mintegy 38 ezer lakosa van. Fontos, trimodális logisztikai központ, amelyet nagyszerű természeti adottságai és vendégszerető lakói tesznek felejthetetlenné. Baja több ezer éve lakott területen helyezkedik el. Városi rangot 1696-ban első Lipót császártól kapott. A Sugovicára néző, olasz, reneszánsz hangulatú főtéren áll a városháza, a hajdani barokk Grassalkovics palotából eklektikus stílusban átalakított épület, melyel szemben helyezkedik el a Szentháromság szobor, a város legrégebbi emléke. Baja múltját a Tűr István Múzeum által kínált régészeti leletekből, helytörténeti dokumentumokból, valamint néprajzi tárgyakból ismerhetjük meg. A városi képtár a hajdani, klasszicista stílusú Vojnics kúriában található. A felnőtteknek pihenő helyet, a gyerekeknek játszóteret kínál a belváros központjában fekvő déri kert, mely az adományozóról, a sejemgyáros, műgyűjtő Déri Frigyesről kapta nevét. A festői szépségű Sugovica part a folyó tiszta vízével a fürdőzés kedvelőinek közkedvelt pihenőhelye. A partvonalát követő sétányon, gyalogosan vagy kerékpárral könnyen eljuthatunk a Tűr István kilátóhoz, ahol lenyűgöző panoráma fogad bennünket. Szabadidő eltöltéséhez kiváló lehetőséget nyújt a belváros szívében, zöldövezetben elterülő Petőfi-sziget. A sportkedvelői a fedett uszodában, az atlétikai és teniszpályákon, valamint a műfüves focipályán hódolhatnak szenvedélyüknek. Az egyedi adottságokkal rendelkező sziget helyi sportkluboknak ad otthont, itt készülnek fel evezőseink, úszóink, triatlonistáink, akik nemzetközi versenyeken képviselik városunkat. Baja népszerűségét a hazai és külföldi turisták körében elsősorban kedvező földrajzi fekvésének, természeti adottságainak, hangulatának, varázsának köszönheti. Kivételes vidék ez Magyarországnak, sokszor emlegetik úgy, mint a találkozások városát. A város szívében 30 jacht tárolására, állomásozására alkalmas kikötő található, így a jachttal érkezőket is várja a város. A legkedveltebb élmények közé tartozik a sétahajózás, amikor a Petőfi-szigetet vagy Gemencet hajózhatják körbe a bajai vízi világot megismerni vágyó turisták. Mediterrán hangulatot idéző éttermek, pizzériák, kávézók várják az ide látogatókat. A vendégek pihenését és felfrissülését a Duna Wellness Hotel számos panzió és kemping szolgálja. A Duna bal partján található a Gemenc vadászterület, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje, melynek világszerte ismert a Gimszarvas állománya. Az ökoturisztikai központ betekintést enged a sárköz néprajzába, bemutatja az ártér élővilágát, az erdészet és a gazdálkodás összegyűjtött tárgyi emlékeit. A Gemenc Magyarország közkedvelt kiránduló paradicsoma, amely erdei kisvasúttal is bevarangolható. Szentháromság téren nyáron pezseg az élet. Több mint 10 évvel kiemelkedő esemény a július 2. szombatján megrendezésre kerülő nemzetközi hírű bajai halászlépőző népünnepé. A fesztiválon közel 2000 bográcsban fő a bajai halászlé. Az esemény idején több ezer érdeklődő látogat városunkban.
Évszázadok óta Baján több nemzetiség él egymás mellett, őrizve, ápolva hagyományaikat. 2008-ban immár 16. alkalommal ad otthont Baja a Dunamenti Folklor Fesztiválnak. Nepomuki Szent Jánosra, a vízen járó emberek védőszentjére emlékeznek minden májusban a bajaiak. A védőszent szobrát a kápolnánál hajóra teszik, majd vízi felvonulással, lampionok fényében a városközpontba kísérik. Baja évszázadok óta fontos kereskedelmi központ, Európa egyik jelentős közlekedési koridorja. A városban több nemzetközi cég működik. Az önkormányzat vállalkozók számára a város keleti határában elterülő ipari parkban kínál befektetési lehetőséget. A városi élet fontos színtere a szerdai és szombati piac, ahol a környékbeli termelők kínálják portékáikat. Bajának 7 testvérvárosa van szerte Európában. Szerbiában Zombor, Horvátországban Labin, Romániában Erdőszentgyörgy és Marosvásárhely, Dániában Tiszted, Franciaországban Argentan és Németországban Weiblingen. Thank you.